esti gálaműsort délután konferencia előzte meg, ahol szó esett a magyar nóta jelenlegi helyzetéről, jövőjéről, népszerűsítésének módjairól. A magyar nóta az egy fordulópont volt a város életében az árvíz után. Utána rendeztük meg az első magyar nóta találkozót. Ez nagyon lényeges volt, mert a lakosság lelkivilága eléggé szétzilált volt, és valamivel összehoztuk a közösséget, és nagy sikert arattunk az elsővel is. Majd létrejött a Magyar Nóták Országos Szövetségének a felsőzsolcai csoportja, és immár hagyományként rendezzük meg már harmadik éve a Magyar Nóta találkozót. A Magyar Nóta több mint 200 éve virágzik, a Jó Ebédre Szól a Nóta a rádióban több mint 50 éve működik, és hát reméljük, hogy még nagyon sokáig így lesz, és azért szeretnék kérni minden médiát, minden médiumot pontosabban, hogy ott segítse a nótát, ahol tudja, hiszen ez a miénk. Mert most tessék elképzelni azt, hogy ha a hasonló funkciót betöltő osztrák stramlit, az orosz románcot, vagy a francia sanzont, például a francia sanzont esetleg kicsit mellőznék, szerintem újra megostromolnák a Bastille-t. Ezek olyan gyökerek, amik erősen kapaszkodnak a szülőföldhöz, tehát hogyha valaki ezt nem becsüli, akkor ez olyan, mint amikor éppen valaki egy fát vág. Én annak idején a kertemben kivettem egy fát, az úgy történt, hogy körbeástam, és ahogy jött egy gyökér, mindig elvágtam. És egy idő után elég volt egy ilyen mozdulatot tenni, és az a fa kidőlt. Na most, hogyha ezeket a gyökereket elvágjuk, a népdalt és a magyar nótát, akkor a nemzetünk fog így kidőlni, mint az a régi diófa. Tarnai Kislászló 4 évtizede előadó művész, a Dankó Rádió felelős szerkesztőjeként pedig pontosan tudja, mit jelent a közel egy éve működő csatorna a magyar nótának. Sose gondoltam volna annak idején, amikor a családi ebédek alatt hallgattuk a Jó Ebédre Szól a Nótát, anyukám terítette az asztalt és csörgött az evőeszköz. Én nem gondoltam, hogy nekem valaha a magyar nótához közöm lesz. Habár én 18 éves korom óta, éppen most 40 éve vagyok a pályán, mint előadom visz, én zenei kísérőként kezdtem, tehát hazudnék, azt mondaná, hogy távol áll tőlem, hiszen én zongoristaként mindenkit kísértem, Soltitól, Kovács Apollóniáig, tehát minden Bojtot, mindenkit, de az összes más színészt, más műfajút is. Tehát nekem passzíven már megvolt a teljes nótakincs, és amikor 84-ben a Jóisten úgy döntött, hogy induljak egy versenyen a Nyílik a Rózsán, és ott az egyik győztesként végezek. Ott már én egy több száz, mondhatnám, ezer dalból álló repertoárról indultam, ami csak aktiválni kellett. Felső Zsolcán harmadik alkalommal szervezték meg a találkozót, és a rendezvény népszerűségét bizonyítja, hogy évről évre egyre többen váltanak jegyet a gála műsorra. Idén több mint 500-an vettek részt a rendezvényen. Nagyon komoly szervező munka eredménye. Részben azért, mert kezdetekből elkezdtük csinálni, és úgy gondoltuk, hogy Miskolc környéke, aztán most már a megye, aztán a különböző egyesületek, akikkel barátságban vagyunk, és egy-egy nyugdíjas klubok, akik szintén. És látható, hogy ha egy nagyon szép programot összeálltunk, akkor van rá egyes közösség. És a legnagyobb örömünk az, hogy most már azt hiszem, hogy mondhatjuk, hogy lassan kinőjük ezt a rendezvények házát, mert a földszinten most már, hát kinkeserve sem tudtuk ezt a 400 valamennyi embert elhelyezni, és a lelátó is tele volt, úgyhogy mindenkinek köszönjük, aki eljött, mindenkinek, aki ebben közreműködött, természetesen itt a helyi televíziónak, az Irány TV-nek, mindenkinek, az Észak-Magyarországnak, aki közreműködött, és látható módon, ha egy kicsit megszervezzük ennek a műsornak a tájékoztatását, akkor annak van eredménye. Lenyűgözött az, hogy ennyien szeretik a magyar nótát, és ennyien jönnek, és ahogy mesélték a rendezők, hogy ez úgy évről névre nőtte ki magát ekkorában. El tudom képzelni, mi lesz jövőre, meg 2 év múlva. Úgyhogy le a kalappal. Nagyon jól érzem magam. Dankó Rádió és a teljes Észak-Magyarországi Nóta Egyesület és az egész csapat ilyen örök barátságot kötöttünk egymással, tehát ahol tudunk, segítünk egymásnak. Hát én úgy látom, hogy nagyon-nagyon sokan vannak, akik éltetik, és ez bizonyíték arra is itt ez a gála est is, hogy több mint 500-an együtt lélegeztek velünk. Nagyon-nagyon örülünk neki. Egy kalapomra páros, egy hogy kalapomra páros, dobarózsát tetted, mulatós asszonyoknak,
ahol angyal lettem. Ezért jegenye fán, szerelmes úristen, mi van itt? Nekem senki nem mondta, hogy 400 hivatásos nótaénekest ültettek be a nézőtérre. Így van, főtisztelendő uram, tiszteletem is. Dicsértessék közös köztös. Hát akkor mondjuk együtt, hogy jegen, ja, mert azt szokták mondani, ezt még a kiténa, hogy jópofa akartam mindig lenni, hogy hát azt szokták mondani, hogy orvosi értelemmel sem egészséges visszatartani. Hát akkor most mondjuk együtt, hogy jegenye fár, fészken lacsóra, hely harna kis jájt a nélkül, a csorra, a tüzes csomján, jaj, de sokat vissza érde, a szíve Idén színesítve a programot a magyar nóta kiválóságai mellett az operett műfaj két jeles képviselője, a felsőzsolcai származású primadonna Eperjesi Erika és a Budapesti Madách Színház művésze Jenei Gábor is színpadra lépett. Úgy gondoltuk, hogy a mi közönségünk az nem csak egyfajta műfajban érzi jól magát, mondjuk a magyar nótában, hanem az operettben is. És már ezt kipróbáltuk, ezt a gyakorlati megoldást Miskolcon, amikor egy anyáknapi magyar nóta műsort csináltunk, és akkor Eperjesi Erikát is felkértük, akkor még Kincses Karcsival, és láttuk, hogy nagyon örülnek akkor az édesanyák, szülők, és akkor most, amikor elkezdtünk gondolkodni, hogy a magyar nóta mellé mit kéne társítani, akkor adott volt a helyzet, egyrészt, hogy Erika, aki felsőzsolcai, kettő, hogy biztos a mi közönségünk ebben a műfajban is nagyon otthon van. És azt hiszem nem csalódtunk. Minden zene egy tőről fakad. Most azok a zeneszerzők, akik az irányban léptek annak idején, a 20-as években, hogy operettet írtak, abban is magyar lelkület van. A magyar nótában is az van, nem beszél a népdalokról. Ezek a felhangzó operettekben is voltak nép és elemek. Tehát ez a miénk, ez a magyar, ezt nem kell szégyelni. Ennek az operettnek Európában és a világban is van egy elismertsége, és van egy olyan bázis, amely ezt ugye meg is védi, és be is mutatja. A nótában ez megcsoppant. Azért vagyunk mi, hogy ezt a úgynevezett megingást, ami sokszor már a padló felé hajlik, fölemeljük, tovább vigyük, és ha el tudjuk jutatni a közönséghez, föl tudjuk ébreszteni újra azokat az érzéseket, akkor már megérte, mert én azt hiszem és vallom, hogy alázattal kell szolgálni a műfajt, ha valaki ezt teszi, akkor az előbb-utóbb meghozza az eredményt. Meg a másik, hogy az embereknek az a bizonyos jókedvű, ami az arcára kiül, és érzi, hogy most a lelkét valaki megér, vagy valakik megérintették, az egész műfajok megérintették, ugyan operett, itt volt népdal is, nóta is, akkor én azt hiszem, hogy a lemerült akkumulátorok, ami a mai hétköznapokban jelentkezik az embereknél, picit töltést ad az élménnyel,
és bizonyos helyzeteket jobban tud kezelni, jobban át tud lépni problémákon. Mindenféleképpen egy önügyezett üzenet értéke van, hogy a lelkeket úgy fölkorbácsolja, és ez nagyon jó érzés. Lenn a maros parítján, árva lett az aranyhajulán. Csend üldalos ajkán, és az arca hüvet a lován. Kint már virág sincsen a rémi kert, csupa gyom. Kinéz a kertben, s a kis szívén. Valami fáj még nagyon, mert nem lehet azt parancsolni senkivel, hogy az szeresse itt a szíve, nem összevel. Amíg leszek piros rózsa, amíg szól a magyar nóta, felejteni parancsóra nem lehet. Tás füttye szép madár, rendek a húcsicsának vége már. Szájra buszivel, messze fölre, mindörökre, de hűtlen csapod áll. Húcsul a máj, a zúza csalva vagy, bármi is akkor így, hát hajtva vagy. Ígyre meg édes pár, Isten álljon, azt kívánom, magadra ne maradj. A gála műsor egyik sztár vendége volt Tarnai Kis László énektanára, a Dankó Rádió felelős szerkesztője. Sokan mondták azt, hogy beteg a magyar nóta, az igaz, de most is nagyon sokan eljöttek beteglátogatóba, legalább 400-an. Hogy hogyan lehetne népszerűsíteni? A nagyszülők felelőssége az, hogy itt a fiatalok is megismerjék ezt a műfajt. Az elmúlt 20 évben olyan szinten voltak elzárva tőle, pont amikor ők iskolában voltak vagy dolgoztak, akkor mentek a nóta műsorok, például a Duna TV-ben a Kívánságkosár, ami az egyik legcsodálatosabb megjelenési formánk, csak éppen a fiatalok nem találkoznak vele. Tehát az nagyon-nagyon fontos, hogy a TV műsorok olyankor is legyenek, amikor a fiatalok éppen a tévét nézik, és akkor fognak találkozni igazából a műfajjal, és úgy van mondjuk megszeretni. De hányszor előfordul az, hogy egy-egy ilyen csinos fiatal lány mondjuk elkíséri a nagymamáját, és abban a pillanatban esetleg valamelyik dal már megfogja, már látom, hogy mozog a lába. Ő már szerintem már nem lesz ellenfele a nótának, vagy ellenzője. Meglepő, én fiatalok körében, most pontosan az asztaltársaságom velem szembe, ilyen 35 év körüli fiúk ülnek. És énekelték a magyar nótát is, és énekelték az operetet is. A végén megint dicsértem őket, hogy ez nagyon kellemes színpont, nem ismertem őket, szerintem van hagyománya. Ugyanis az emberek azt látják, hogy az ilyen, tehát azok a fajta közösségi találkozók, ahol előbb-utóbb átcsapnak ilyen politikai dologba, annak nincs létjogosultság, ezeknek van, ahol mindenki egyforma. Tehát annyira igazi ez a
érzés, amit mondjuk a népzene is, vagy a magyar nóta is tud közvetíteni, hogy ennek van létjogosultsága. Ismerem az énekeseket is, mindenkivel együtt énekeltem, mert szurkolok nekik, hogy nekik is jól sikerüljön, és hát az az igazság, hogy szeretem a nótát, és nagyon sok nótát ismerek, és ilyenkor mindig jól érzem magam. A gála műsort Sarkadi László zenetanár, nótaszerző, nótaénekes szerkesztette és rendezte. Egyre népszerűbb. Én azt látom, hogy az emberek, nézem a korosztályokat, hogy oszlik meg a nézők között, és azt érzékelem, hogy a fiatalok korosztályból is vannak jelen, az idősebb, középkorosztály, idősebb korosztályból többen, de azt jelenti, hogy a magyar nóta vidéken, és azt hiszem az országban is, kezd újra levegőhöz jutni, és azért egy ilyen rendezvényen 5-600 ember megjelenik, akkor ez valamit üzen. Hogyan lehet színesíteni a repertoárt évről évre? Egy tudatos szerkesztéssel, és fokozatos képzéssel. A konferencián is szóvá tettem, hogy akkor tudunk ellensúlyozni az úgynevezett mulatózene és az igazi magyar nóta között, ha minőséggel állunk elébük, és ez pedig csak állandó képzéssel, tanulással lehetséges. Idén is a közönség elé álltak a hazai nóta énekesek élvonalába tartozó előadók. Gáspár Anni, aki gyermekkora óta énekel magyar nótát, 10 éve foglalkozik komolyabban az énekléssel. Akkor vett részt először magyar nóta versenyen. Azóta a lelkesedése töretlen. Én most nagyon-nagyon jól éreztem magam, illetve mondhatom, hogy most éreztem talán a legjobban magam. Én már most harmadszor énekeltem itt. Közönségként voltam már előtte is itt ezen az összejövetelen. Akkor határoztam el, hogy megpróbálok ide bekerülni ebbe a csapatba, és hála Istennek sikerült is, úgyhogy örülök, hogy ennek a zsolcai csapatnak az énekese lehetek, és örömmel és büszkeséggel tölt el, amikor egy-egy műsorban szerepelhetek így az Együtt Felső Zsolcáit Egyesület színeiben. Thank you.
valamennyi mind-mind leány bolondító. Apró farok, apró a levele, kékvirágot terem a teteje, azt kütyöli a rigó, hogy a legények se jó, valamennyi mind-mind leány bolondító. Köszönöm szépen! Szép a szőke, szép a barna, mint a rózsa, karcsú, mint szívedék, ha rád tekint, hajlik erre, hajlik arra. Szép a szőke, szép a barna, sem fog ki rajta, csókos ölelés a hajta bajba, megbolondít a csókos ajaka, ám de a fekete hancot fajta, száz megint sem fog ki rajta, csókos ölelés a hajta bajba, megbolondít a csókos ajaka, szép a szőke, szép a barna, mint a rózsa karcsú, mint szívedék a rád tekint. Elég sokszor szemrehányást kapok, hogy miért mindig új nótákat próbálok tanulni, vagy miért akarok nótát, mert a közönség az mindig a megszokott, ismert nótákra tud mulatni, azokat élvezi. Én nem abba a kategóriába tartozom, aki a nagyon ismert nótákat énekli. Én szeretek mindig változatos műsort csinálni, mindig valami kis újat belevinni a repertoáromba. Mai napig mindig tanulok új nótákat, mert úgy érzem, hogy meg kell ismertetni a közönséggel azokat is, ami úgy gondolom nem csak a számomra szép, hanem a többi ember számára is, viszont nincs aki ezeket megismertesse a közönséggel, és én ezt feladatomnak tartom, hogy mindig beépítsek egy-egy olyat, ami nekem tetszik, és hát remélem, hogy a többieknek is, illetve a közönségnek is fog tetszeni. Úgyhogy hát néha kapok szemrányást, hogy hát olyat akarunk, ami ismert, ami mulatos, hát majd olyat is fogok énekelni. Önnek honnan jött a magyar nóta iránti szeretet? Hát ez igen, gondolom, hogy már könyökén jön ki az embereknek ez a válasz, hogy gyerekkoromtól. Én falusi lány vagyok, én magyar nótán nőttem fel, és ezt már többször is elmondtam, hogy úgy érzem, hogy a magyar nótát azt nem nagyon lehet kottából megtanulni. A magyar nóta éneklése az valahogy otthonról jön, meg szívből jön. Meg lehet tanulni jól énekelni, de a nótához ahhoz kell valami plusz, ahhoz kell egy kis falusi környezet, ahhoz kell egy nagymama, kell egy rokonság, aki megtanít nótát énekelni, és hála Istennek nekem ez megadatott, és úgy gondolom, hogy ezt remélem tovább fogom tudni adni majd a gyerekemnek, mert az én lányom sem zárkozik el a magyar nóta énekléstől, és remélem, hogy még az unokáim sem fognak majd. Szép asszonynak kurizálok, a csúnyákra fittyetányok, de fittyetányok, de fittyet segítsenek. Jaj, 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 a szívem, meg ne tudja senki sem,
hogy én a ház feleségét szeretem. Csak a frímás egyedül, a vinéken egyedül, csak azt tudja, egyes egyedül. Jaj, a szívem, meg ne tudja senki sem, hogy én a ház feleségét szeretem. Csak a frímás egyedül, a vinéken egyedül, csak azt tudja, egyes egyedül. De házuk előtt van egy árok, de van egy árok, de van egy árok. Minden este arra járok. Segítsenek! Jaj, a szívem, meg ne tudja senki sem, hogy én azt a barra kislányt szeretem. Csak a jegyző meg a pap, aki minket összead, csak azt tudja, egyes egyedül. Jaj, a szívem, meg ne tudja senki sem, hogy én azt a barra kislányt szeretem. Csak a jegyző meg a pap, aki minket összead, csak azt tudja, egyes egyedül. Sárgul már a kukoricaszár, de vad világos madár, vagos a halnár. De kis galomba, mert kovicovicám, csípés szélű jegykendővel válj lejjám. Csípés szélű jegykendővel kicsi szívet szerelmébe, én az enyém kiző babám. Sárgul már a kukoricaszár, ugye babám mi egymásé leszünk már. Csipkés szélű jegykendővel kicsi szívet szerelmi, légy az enyém kiső babám. Sárgul már a kukoricaszár, az én szívem kis galambok téged vár. Sárgul már a kukoricaszár, városával költözik a kis badár. Árva fészek a ház ereszén, így falunak legszebb lánya az enyém. Így falunak legszebb lánya, lelkem dalos kalobánya, fészket rak végé véletén. Sárgul már a kukoricaszár, szüret után mi egymás leszünk már. Így falunak legszebb lánya, lelkem dalos kalobánya, fészket rak végé véletén. Sárgul már a kukoricaszár, szüret után mi egymás leszünk. Húz! Egy falunak legszebb lánya, lelkem dalos csalogány, a fészket raknék véledén. De sárgul már a kukoricaszár, de szület után mi egymás leszünk már. Egy falunak legszebb lánya, lelkem dalos csalogány, a fészket raknék véledén. Sárgul már a kukoricaszár, de szület után mi egymás leszünk már. Nagyon jól éreztem magam, hiszen már nem első alkalommal vagyok itt, hanem tavaly is voltam, és én azt gondolom, hogy a magyar nóta és a népdal, az ének a magyar embereknek az életében, a történelmében mindig fontos szerepet játszott. És én úgy gondolom, hogy ezt ápolnunk kell, és nagyon örülök ennek a kezdeményezésnek. A települések vezetői a civil szervezetek ezt fölkarolják, akkor biztos, hogy ennek van jövője, mint ahogy a múltja is van. Én elfogult Felső Zsolcai párti vagyok, sok barátom van itt, szívesen jövünk minden ilyen nagy rendezvényre, mert mi kis faluba élők, ettől kisebb rendezvényeket tudunk csinálni, ide szívesen jövünk. Az a lényeg, hogy Homrokdon 1959-től működik hagyományőrző népdalkör, még Isten nyugasztalja dr. Bruno László Esperes úr hozta létre, és mai napig is az ő halálát követően is van egy kisebb 15 fős társaság, aki összejár minden héten. Énekelünk, minden héten próbálunk, és időnként fel is lépünk. Mondjuk például Felső-Zsolcán is többször léptünk már fel. Van hagyománya, igen, és őrizzük a hagyományokat. A műsort Erdélyi Klaudia vezette, a Dankó Rádió szerkesztő műsorvezetője. Klaudia Felvidéken, Királyhelmecen született, és a Bodrogközi Kiskövesden nőtt fel. Minden alkalommal részt vesz a szülővárosában szervezett nótaesteken. Mint mondja, örül, hogy a Dankó Rádió és a Duna Televízió műsorvezetőjeként részt vehet a csatornák által kitűzött értékmentésben és hagyományőrzésben. Amikor fölkérést kaptam a Dankó Rádióban, a Kívánság Kosár műsor mellett, hogy itt is tevékenykedjek a közmédiában, akkor engem nagyon meglepett, hogy
hú, hát nóta műsort fogok vezetni, de ott van a gyökerekben, én felvidéki vagyok, Kiskövesden nevelkedtem, Bodrog közé leányzó, és minden egyes születésnapon, olyan ünnepi alkalmakon azért előkerült a nóta, tehát én úgy hiszem, hogy érzem. És egy év alatt nagyon-nagyon sokat tanultam, és még mindig tanulok, most is az ilyen rendezvényeken. Például itt fantasztikus volt megismerni Sarkadi Lászlót, aki nem csak nótaénekes, de szerző is, és itt vannak az újabbnál újabb szerzemények. Hát ettől él ez a műfaj, hogy van utánpótlás. Az én műsorom, a Nóta Nagymesterei minden nap 10-től 11 óráig a legnagyobb művészeket sorakoztatja fel, és abban bízunk, hogy ha hallják, akkor eljut a szívükig. Mindig erről van szó, hogy lélektől lélekig hasson, figyeljenek oda a szövegekre, a dallamokra, minden szívből szól. Én azt hiszem, hogy ha megérinti őket, akkor egyértelmű, hogy figyelni kell erre. Minden évben újra várjuk őt, az égből szálló tündöklő fenyőt. Mennyi gyertyafény és tükröt tart elé, gyermekeknek csillogó szemén. Künn a réten halkan hull a hó, az áldott fehér bársony takaró. Csöndes már a táj, s az álom vonatán, minden jön ki régen messze jár. Ha van még egy hely a szívedben, gondolj reál, hogy érezzem, lobog a sok-sok gyertyaláng, áldott fényét mondja ránk. Ha van még egy hely a szívedben, gondolj reál, hogy érezzem, millió apró gyertyafény, Szent Karácsony ünnepén, néha csendes éjszakán, álmaimban újra vársz reál. A csönd is átölel, a szívnek szív felel, fenn az égben sok angyal énekel. Ha van még egy hely a szívedben, gondolj reál, hogy érezzem, lobog a sok-sok gyertyalánk, áldott fényét mondja ránk. Ha van még egy hely a szívedben, gondolj reál, hogy érezzem, millió apró gyertyapén, Szent Karácsony ünnepén, ünnepén. Néha-néha csendes éjszakán, álmaimban újra vársz reál. A csönd is átölel, a szívnek szív felel, s fenn az égben sok angyal énekel. Ha van még egy hely a szívedben, gondolj reál, hogy érezzem, lobog a sok-sok gyertyaláng, áldott fényét mondja ránk. Ha van még egy hely a szívedben, gondolj reál, hogy érezzem, millió apró gyertyapény, Szent Karácsony ünnepén, ünnepén. Ha van még egy hely a szívedben, gondolj reál, hogy érezzem, lobog a sok-sok gyertyalánk, áldott fényét mondja ránk. Ha van még egy hely a szívedben, gondolj reál, hogy érezzem, millió apró gyertyapény, Szent Karácsony ünnepén. Ha van még egy hely a szívedben, gondolj reál, hogy érezzem, lobog a sok-sok gyertyalánk, áldott fényét mondja.
gondolj ne ám, hogy érezzem, millió apró gyertyafény, Szent Karácsony ünnepér, ünnepér. Istentől áldott boldog karácsonyt kívánunk mindenkinek!